Na hello, sziasztok, köszöntök mindenkit a következő Zoom SMP videóban, amiben pont ugyanott tartunk, ahol befejeztük. Na jó, nem egészen, és a legutolsó videó április 13-án volt, hogy legalábbis akarul emlékszem, és építgettünk egy kicsit, úgymond, és gondoltam, én is unatkoztam meg, rég voltam már fönt itt, úgyhogy én is megnézem, és akkor már megmutatom nektek is, hogy mit haladgattunk ebben a fantasztikus kis világban. Nem tudom egyelőször, hogy milyen sorrendben fogom végigmenni, először is kelleni fog tűzijáték, ugyanis az most kevés van. Viszont az end kis házikomból elköltöztem nagyjából, és kicsit kinőttem ezt a kis lakást, úgymond. És építettem egy, szerintem az eddigi legszebb, legjobb házat, ami itt is van, a Bambuland határán. És mivel egy kicsit vacakoltak a mentések, illetve a fájlok, így vannak ugye hiányzó ösvények, például volt ez a lesimított talaj, ami hát igen, most egy kicsit eltűnt, de legalább a többi megvan, én ennek örülök, hogy nem a csánkok bugoltak egyben. Na mindegy. Tehát, ebben a kis házikóban érdegélek manapság, és szerintem elég büszke vagyok rá, sose építettem még ilyen stílusú házat, de szerintem nem lett olyan rossz, tehát, hogy viszonylag szép, én azt mondom, és boldogan élek itt, jönnek trollkodni, meg ilyesmik. Úgy teljesen el vagy rendezve, és itt van egy kis easter egg, hogyha ide állsz és megfordulsz, akkor igen, el tudod olvasni, hogy te egy fa vagy. Ugye van egy kis pince, amit mondtam, hogy sose építek pincét, de ez nem pinces, egy ilyen kis enchantor helység, ahol mivel ugye a ház nem úgy szimmetrikus, hogy le lehessen tenni csak egyet, ezért kibővítettük kettőre, így elég érdekes design kapott. De itt van, barkácsok talán, egy kis raktár, illetve egy off-pool, ami tökre nem off-pool. Na mindegy, hogyha leesünk, akkor itt egy ilyen kis raktár igazából, erre nem lehet sokat beszélni, hogy rendőrpörl, amivel van egy por. Hát igen, ugye. Itt van még egy csomó, ami nem használatos, de itt vannak az eszközök, meg minden, ami itt meg egy ilyen destroy pit, úgyhogy ha bármit bedobsz, akkor azt többet nem látod. Na mindegy. Az emeleten igazából csak a kemencék vannak, meg ilyen pain button, amit hogyha megnyomod, akkor kapsz. Sajnos, és itt egyszer be recent clear-etem a tetőről lesz, azóta nem javítottam ki. Ha. Na mindegy, ennyi lett volna a kis házam, viszont előtte itt van Garfield otthona. Garfield háza. És Little Fishé, aki már nem tartózkodik is, és Garfield se, ugye itt valahol evakuálták a háború közepette. És illetve még egy nagyon fontos dolog a házam része, az Big Flying Cow, akik valószínűleg ugyanúgy elvesztek a mentésekkel, vagy valami fájlokkal, vagy csak lelettek mészárolva. Ugye ott volt fent Flying Cow, és hát Zümzümnek sikerült minden egyes alkalommal, vagy véletlenül, vagy teljesen direkt lelőnie, úgyhogy ja, az így kicsit kellemet. Itt van a kis falu, ugye, a falusiakkal, akik most nem tartózkodnak otthon, elszublimáltak ők is, de ez úgymond egy ilyen kis várszerűség. Itt fákat termeltem, és itt voltak így elzárva, és nagyon jól működött. Mellettük egy kis búzafarm, illetve egy védelemmel, hogy a rohadt vasgor meg ne tudjanak bejönni. Illetve egy bambuszfarm, amit szintén még egyszer se építettem, de most már ez is van. Mert kellett mindenhez is bambusz. Ja, és igen, amit nem biztos, hogy észrevettetek, hogy itt egy end sziget van, és hát egy ilyen end bázis, úgymond, a beaconben, ezt én építettem, mert unatkoztam, és berendeztem ilyen, itt van kis ufóra, és igen, kb. Csak ennyi, és dizájnos, és satöbbi. Nagyon sok haszna nincsen, na mindegy, este eddig, úgyhogy gyorsan, nem tudom, itt vannak-e még ágyak a Sex Dungeonben. Amit semmi talált ki. Ó, már egy ágy van, ó. Ez már csak egy ágy maradt, a valószínűleg másikat semmi ellopta. Még valamikor régen. És illetve ő építette ezt a kis box stadiont is, ahol
volt pár mérkőzés, és rendesen le kellett védeni, hogy ne tudjanak itt az emberek megszökni. Nagyon sikerült megcsinálni azt a két blokkos ugrást. És van így illetve beépítve egy ilyen kis nyerős, hogyha valaki nyer ugye, akkor instant minusz 600 FPS és rengeteg tűzijáték. Igen, ez is egy kis ilyen érdekesség. Igazából nem sok haszna van, csak létezik. Úgy mint a szerveren nagyon sok minden, például az Iron Golem szobor, ami nem lett befejezve. Meg az a története, hogy a faluba ugye rengeteg vasgolem spawnol, illetve a falunk kívülre is. És azok folyton le akarták varázni a fantomokat, ezért feljöttek a hegyre, és így elárasztották. Tehát mindenhol Iron Golemek voltak, és borzalmas, és ezért gondoltam, hogy építek egy vasember szobrot, vagyis hát nem olyan vasember, hanem az kicsit ezzel van egy vasember szobra, egy Iron Golem szobrot. Az Zümnek nem tetszett, ezért lebontotta, és ő ideig jutott. Úgyhogy azóta sincs befejezve. Viszont ez a beacon, ez nem csak egy sima beacon, ami jön ki a földből, hanem ez Zümzüm szuper titkos veszélyes bázisa, amit nem fejezett be, csak kitöltött White Concrete-tel. De elég menő tervei voltak vele kapcsolatban, és én is segítettem az építkezésben, és tényleg elég menő, főleg úgy, hogy megölöm magam. Ja, és illetve itt is igen voltak falusiak, amik szintén elszublimáltak, mert jó kommentések. Viszont már itt vagyunk, lopni kéne az Zümzümt egy kis rakétát. Na, sikerült kiszenvednem magamat az önnek a bázisából, és itt nagyon közel van hozzá Balunak a kis bázisa, ami szép kíró lett, ez sincs befejezve teljesen, de jó, ez kicsit érdekes ez a megoldás, ez a lejárás, a feljárat, nem egy ilyen megszokott és egyszerűen használható, de valaki tetszik, akkor nekem rendben van. És igen, nem tudom, itt van egy tűzijáték, de itt legalább van egy Ender Chest, és itt van a jó kis crossbow-om, amivel ugye tűzijátékokat tudok szórni. És viszonylag fájdalmas, főleg erő kettővel. De szerintem őt most nem kell használni. Itt az RGB shieldem. Ami nem RGB-s. Na mindegy. Miért tárol valaki Asian Debris és Netherite-ingot ott, hogyha itt van felett egy Enchest? Vaj, nem értem. Most itt van Flying Cow Meat, Flying Cow 5, pár Speed Poti, meg ugye Flying Cow 4-nek a húsa, itt az RGB-s rédem, igen. Itt van még egy Random Sheet, egy Ender Chest, Name Tag, úgy teljesen legálisan szerzett az 57. Video Skeleton School is ugye, semmiféle adorás nem történt. Ami tényleg nagyon fontos lenne, hogy valahonnan szerezzünk kéne normális tűzijátékokat. Mert eléggé fájdalmas ezekkel közlekedni. Ez volt itt a... Ez nem tudom, meg volt-e már, amikor a videó készült, nem láttam. De ez volt a békeszerződés a háborúban. Szerintem ez már volt. Ugye, aki esetleg nem lett volna, az a Zümzüm Hacker a Minecraftban. A legelső Zümzüm SMP-s videó. És ez volt Zümzüm első ilyen secret base-e. Ami szintén ki lett rámolva, mert ő is elköltözött. Na mindegy, szerintem itt nagyjából Bambuland környékén felfedeztük mindent, amit még nem tudok, hogy a kastélya az meg van építve Zümnek itt erre. És épített egy elég fancy kastélyt így a hegyekbe. És nem tudom, hogy... itt van! Igen, és teljesen befejezve ezt... Már vannak olyan mentések, mikor ez teljesen kész volt, ugye? Csak mikor át lett hozva a LAN-világ maga, ugye, a szerverre, akkor a legrégebbi mentés volt meg Zümnek, ahol még nagyon kezdetleges volt minden. Egy csomó dolog elveszett, és ott egy csomó új dolog készült. Ami, hát ilyen kicsit jó, kicsit rossz, de legalább megvan a világ, és ez a legjobb. Hogy itt még lehet egyet. És itt volt, itt nem tudom, a gát. De Zümm épített egy hatalmas gátat például, az sincs meg. De itt egy rendesen napok a szemelet, hogy eltén a vizet idehozza aztán, hogy építsen egy gátat, úgyhogy... Ja, elég sok munka van mindkettőnknek ezzel a szerverrel. Erre kell menni, és akkor itt lesz a falu. Amit egy kicsivel később találtam meg. És itt látom, már elkezdtük ezt a kanyonos
falu projektet, hogy itt ilyen kanyomba zárjuk a falusiakat, ilyen kis föld alatti helyekbe. Mi a szar? Csontváz. Csontvázok is szóval. Igen, ne fákjáztuk ezt a helyet egyáltalán, úgyhogy... Szegény falusiak. És igen, ez egy ilyen bebugolt kút, amit lejáratként használunk. Elég menő. És ilyen meghalok a visszafelé úton. Ott meg is haltam. Mégsem. Mindjárt meg fogok halni. Igen, tehát hogy ezért kellenek a új tűzijátékok, mert ezek robbantanak és meghalok. Mondjuk lehet, hogy ügyen a leggyorsabb a visszajutás. Mindegy, kéne tűzijáték, nagyon kéne. Ez miért van itt? Piros sáker. Viszont ha meg nincs, akkor tudok egy helyet, ahol lehet. Viszont oda el kell jutni először. Ami nem bambú lennél van, és nem is a közelében, hanem a szigetnek a legszélén, ugye? Mivel gyakorlatilag minden egyes hely egy sziget, ezért elindultunk zümmel. Ja igen, itt a Nether, elég durva. Nagyon sok időt töltöttem ezzel az egész Netherrel. Arra van az End, de azt ugye már láttátok másik videóban is, úgyhogy most nem megyünk el, hanem itt erre. Már is felejtettem a nevét. Rain Dog felé, azt hiszem. Ez volt a neve talán. És ez egy nagyon hosszú elitrás folyosó, kigombozva és minden, rengeteg glowstone-nal. És akkor elkezdünk úgymond a elosztó helységbe. Erre van egy swamp, illetve egy másik Nether Fortress. Ugye erre van bambú, onnan jöttünk, illetve még egy Ice Spikes biomhoz is építettem utat. Illetve itt fölfele a Hoglin, illetve a dzsungel, ahova van egy melon farm építve, ha minden oké, okay, igaz. Ezért ugye ki lehet jutni a hub rendszerből, szabad Netherbe, elég veszélyes. És erre pedig az egy másik stronghold, egy közelebbi, illetve szintén a swamp. Ne most jönnünk Rain Dog-kel, amivel tényleg rengeteg időt töltöttem, hogy ezt így összerakjam. És szerintem sikerült is egy eléggé kis király, úgymond város. Lepott válaszik ilyen helyet megépíteni. Ugye itt egy beaconnel. És itt is szerintem van mit mutatni, van mit mutatni. Sajnos legtöbb építményt nem saját ötletből, hanem videókból építettem. Amit kicsit sajnálok is, de higgyétek el, hogyha saját tudás alapján építenénk, akkor ez a hely nem így néz neki, de nagyon-nagyon nem. Szerintem hagyjuk utoljára ezt a tornyot, ez volt a legelső építmény, de szerintem a legjobb, úgyhogy ezt hagyjuk utoljára. És hogy kezdjük itt a beaconnel, meg ezzel a kis toronnyal. Ugye itt van Rain Dog-nak a zászlója, amit szintén megdesignoltunk. Itt egy olyan kis őrtorony, igazából semmi haszna nincs, csak design és meg sötét is van itt. Úgyhogy igazából itt le lehet jutni, ide még terveztem akkor egy hajót csinálni, ami éppen ide kiköt, de ez még egy jövőbeli projekt. Itt van Zoom háza, amit én építettem, de ő használja. Az a tábla, ez nagyon jól tudja. És Zoom House ugye, ő kicsit fejlesztette, tehát alapból csak ez az egy szint volt, meg itt fölötte. De egy elég, tehát itt van például egy ilyen kis térkép az egészről, ez még nem is egy teljesen új térkép, ezt nem tudom lehet-e frissíteni. Szerintem most már lefrissült, úgyhogy sok változás történt. Igazából ez tényleg egy nagyon kicsi kis ház. Van benne, ami kell egy házba, meg stb. Fönt volt egy creeper, de már leszették. Igen, itt a kis enchant helység van, nagyon kis. Ott is itt egy Rain Dog House Compass. Ezt nem tudom, hogy pontosan hova mutat, de azt hiszem itt van valahol elrejtve a földben Rain Dog-nak egy ilyen loot stone-ja. A pincében a falusiak voltak. Nem, itt még meg is vannak, lol. Itt nem tűntek el. Na igen, itt egy ilyen nagyon kis breeder van. Igazából semmi nagy. Itt meg lent egy pince, amit nem fejezett be, de és nem is tudom, hogy mit tervezett ide. Úgyhogy ez örök rejtei marad. Na minden, menjünk tovább az én itteni házamhoz. Itt a portál, amin átjöttünk. Itt van a kis ház, és... Itt egy alfkábel, amit át lett helyezve, de hogyha egy belemész... Ha bele... Így...
Ha így beleesés, hogy rázalad, akkor te így benne vagy a bödönbe. És ez itt az AFK bödön, itt afkoltam. Ez is igazából egy érdekes ház, ez sem saját tudásban építettem. Na, ez kell nekem, igen, totálisan, legálisan szerzett tömérdek firework kerek stackekben. Úgyhogy igen, el voltunk itt látva minden, ami kellett. Itt lerakom. Piros sáker, az nem kell, itt Ender Pearl, szép emlékek, és azért van kiszedve a padló, ugyanis mindig, hogyha kellett volna nyersek, akkor lusta voltam felmenni, ezért kiszedtem a padlót. Igen, tudom, nagyon jó megoldás. Hát az Ender Chest-el ugyanezt el van játszom. De most, hogy így van még, azért veszek még egy kicsit. De még nem is lenne annyira illegál ez a rengeteg stack, firework és minden, mert van egy gunpowder farm, amit építettem. Na mindegy, itt van egy kis elosztás, itt van a mine. A bány, ez viszont saját tudásról építettem, ezért nem passzol vele annyira a többihez, ezt nem tudom, hogy vettétek el. De ez teljesen egy saját kézzel épített, tehát én raktam az érceket, ezeket a szinteket, és tényleg elég, nem azt mondom, hogy sokat foglalkoztam vele, de volt vele egy pár eltöltött órán, és szerintem amúgy egész király lett, hogy így az ércek így mennek szépen lefelé, és emlékszem, amint Zoom egyből meglátta, elkezdte kiszedni a gyémántokat, ugye, hát nem is Zoom lenne, illetve erre is így lezárt járatok, ilyen, tényleg bányáztam, és utána ezeket raktam le, ezeket a, hát olyan, mintha egy mineshaft lenne, ezeket így utána tettem le, itt a járatok, elásások, vétlen sötétségbe, ugye, elég egy kis királybánya, mert ugye ez hiányzott, úgymond, így a területről egy bánya. Úgyhogy építettem egyet, na mindegy, menjünk tovább itt egyenesen. Mert is itt van a putifőző állomás, ami kicsit nehézkésen működik. Tehát tényleg sokkal könnyebb, hogyha csak te egymás után berakosgatod a dolgokat. De amúgy hát egy kis reszó rendszer, most nem mondom, hogy megpróbálok vele putit főzni. Mert eltartan egy időben, fugyatános ez is legálisan szerzett, sokat blaze farmoztunk. Ha tovább jövünk, erre itt a nagyon a szélében, úgymond már a vége felé egy ilyen kis viking kuckó tehenekkel. Ezt, hát úgymond én használtam, itt van például az assassin cuccom, ilyen assassin set, amit is el van kopva. Mert annyira unatkoztam, hogy teljesen felencsántoltam egy bőrszettet és beszíneztem. Szóval jól tudom, itt valahol volt egy kard is hozzá, egy assassin sword, azt nem tudom, szóval lehet meg fogjuk találni valahol. Illetve erre, hát egy templomféleség, ami nem lett befejezve, de jól alakult, tehát hogy nekem tetszik, csak ez is befejezve, itt meg egy fa farma, ahol szoktunk fákat vágni, na igen. Ja, ez meg egy MLG torony, ide feljössz és akkor MLG szedsz, csak most nekem nincs mivel, viszont Ender Pearl MLG, micsoda clutch. Na mindegy, vissza ide a kis journeyinkre. Errefelé vannak a farmok. Ez volt talán mi, jó, illetve a hobbitáz. Creeper üreg. Azért volt creeper üreg, mert kb. Mindig felrobbantott egy creeper. Tehát így, mindig amikor bemész, ott egy creeper, és felrobbant. Úgyhogy ez aztán a legújabb építmény mind közül. Ez itt egy föld alatti cukornát farm, ez a bejárat, az itt van. És itt gyűjti a cukornálat, illetve ez az igazság csarnoka, no clickbait. Várjátok, ezt most fel kell dolgoznom. Mint egy meleg homen, mert urém. Mi? Ez várj, ez úgy kell, hogy így. Mint egy meleg homokozó gentleman, mert úriemberesen viselkedik. Mert nem nő nagyra. Úr, és ezt nem elakadtam bele a videóba. Boldi, bírj a kukija, mert mindenki ilyen fasságokat ír. Erre nem is emlékeztem. Please don't stab me. Tunok. THX your BF.
Ezt erre teljesen nem emlékeztem, Istenem, hogy lehetett ilyen fasságokat írni. Na mindegy, visszatérve. Itt van szinte egy elég régi építmény, kis farm, illetve... Hoppá, igazából ez csak díszfarm, ugyanis semmi nem használjuk. Illetve, hát egy ilyen... Rég volt meg ez a csatorna, ugye, ami ilyen steampunkosan folyt így lefele. És ezt összekötöttem egy vízkerékkel, ahogy szintén én építettem videóban. Ugye, és itt van egy nagyon sok beaconunk van, ugye, amit látjátok. Lefedik az egész szeletet, nagyon ott van egy zöld, egy sárga, egy szürkét, egy piros, ott egy cián. És itt ez is nagyon aranyos kis hely, itt van egy kis tó, ez tényleg itt volt, naturálisan. És ezt összekötöttem egy ilyen kis vízkerekkel, ami így szépen is folyik, és ez így végig folyik a csatornán bele az óceánba. Ami szerintem egész jól így össze lett kapcsolva, ilyen manuálisan, ilyen naturálisan. Úgyhogy bemegyük, ez egy tényleg baromi kis egyszerű kuckó igazából, nem tudom. Mit lehet róla így elmondani, én építettem. Tehát itt van a kis konyha, ezt is, azt hiszem ezt is én használtam. Hoppára, hát ez hogy került ez, már az enyém is. És itt feljövünk, akkor van egy ilyen kis dolgozóhely, rasszalka, egy pár potion, ugye. Én használtam ezt háznak, itt is egy térkép. Mi most ott vagyunk, a kis zöld pontnál. Illetve itt van a kis kuckóm, itt van erkély. Meg kilátás. Ez is egy kis aranyos hely, de ez is már, hát egy úgymond régebbi. Értem maga a vízkeréknek a belseje. Vagy vízimalom, hát tudom, vízimalom, vízkerék. Tök mindegy. És hogy tovább jövünk, akkor itt egy kis bárányfarm. Ez is elég régi már, és eléggé ilyen old, tehát nem mondom, hogy olyan dizájnos. És illetve egy vaskólem farm, egy vasfarm. Ugye, hát ez is alap, ez működik nekem a legjobban, nagyon jó bevált. Lejárat, az itt van. És itt, hogyha lejössz, ledroppolsz, akkor igazából... Úristen, mik ezek a fénybugok? Kis alfkápul, illetve vas. Tényleg, erről nem kell sokat mondani, ez egy vasfarmos. Nagyon más nem lehet elmondani. Ez a terület nagyjából üres. Nem volt használva semmire nagyon, ugye, tehát földszelésre. Viszont az óceánon van egy mobfar. Ha már az, azt hiszem már meg, igen, itt is van. Ez nem tudom, ez azt hiszem úgy van, úgy építettem meg, hogy 5 layer ebből creeper és 5 sima mob. Ugyanis, hogyha, mint látjátok, meg kell mutatni, raktok ilyen üvegeket közé, hogy ne tudják máshoz spawnolni, akkor ilyen csak creeper fők, tehát pók nem, meg ilyenek. És ez növeli az esélyét, hogy creeper legyen. De ezt ugye nem csináltam meg végig, csak 5 szinttel, és utána fölötte lév 5, az meg már teljesen sima, oda bármi tud, pók, meg minden, ami csak kell. Úgyhogy ezt ilyen manuálisan építettem meg, és ja, működik. Elég jól. Ugye a puskapörökre azok általában el szoktuk vinni, de csont, nyíl, minden van. Ami csak kell, úgyhogy igen, itt hogyha afkolsz egy kicsit, akkor már elég jó lootot szerezhetsz. És még be is láthatod nagyjából rindokot. Na most, mielőtt rátérünk a világító torony előtte, megmutatom szerintem ezt a kis utat. Ezt a kis jég utat úgymond. Ahova viszont kellni fog nekem egy csóka, csónak. Ice to Nowhere, csóka. Ice to Nowhere, ez azért Ice to Nowhere, mert nem látszódik a vége és elég hosszú út van. Úgyhogy ezt szerve valószínűleg nem fogja tudni betölteni. Na mindegy, itt van nekem egy csóka. És most szépen ezen megpróbálok anélkül végig menni, hogy kifagyasztanám a szervert. De ez nem biztos, hogy egy stabil út lesz. Ezt ugye én építettem elég sok ideig. Ugye az Icepack Bionból hoztam a jeget, meg mellé itt a gukat. És most elég simán végig mentem, ez vezet minket egy Taiga Bionba. És itt igazából nem sok minden van, csak hó, és el lehet ide jönni, kávé ennyi. Úgyhogy most vissza fogunk csónakázni szépen, és megnézzük milyen akkor, hogyha nyomom a... Miért dob ki mindig? Hello csónak. Úristen, hát ez megszökött.
Milyen akkor, hogyha nyomom a kontrollt is hozzá? Igen, így vár egyből kicsit gyors, most nem is laggol annyira, ami tök jó. Valószínűleg azért mert egyedül vagyok a szerverem. Na most, ha megvolt így minden azok környék, ja ne, ó, azt majd még utoljára hagyom. Van még az én házamban egy kis titkos dolog, ami még lehet, hogy egy ilyen jövőbeli téma lesz. De most térjünk rá. Itt egy fa. Ez zöm építettem. Ez egy fa. Egy amázs fa. Nem. Ja, és igen. Tényleg emlékszem, miért nincs ott Garfield. Jaj, me... Amikor Zoom elhozta ide Garfieldot, ugye Rain Dogba, akkor le akart lőni egy creepert, azt hiszem. De mivel ugye a macska kellene mennünk, hogy a creeperek, és a macska befutott a creeper elé, és azt hiszem lelőtte a saját íjjába, és épített neki egy sírt, és ide raktuk neki egy halat. Nagyon kis aranyos. Úgyhogy itt vannak ilyen random dolgok is. Na mindegy, most ilyen kis gyász után térjünk rá a világító toronyra, amit először szerintem kívülről megmutatok, ugyanis onnan is elég menő. Ez tényleg így volt, ez a sziget, maga ez a, hát ahova a torony épült, ez megvolt. Tehát hogy ezt nem manuálisan húztam fel, és erre építettem a tornyot. Ez volt talán a legelső, második, harmadik építmény. És ezzel is volt munkám. Jó van, Elytrap King. Tehát látjátok, elég részletes. Úgyhogy ezt is úgymond raktárként per lakásként lehet használni. Ugye itt is rengeteg kordó, itt is van egy kompassz, ez is azt hiszem Rain Dog felé mutat. Itt rengeteg ilyen random, miért van ennyi kompassz? Itt vannak erkélyek minden oldalán, ugye? És ki lehet nézni. És egy elég hosszú lépcső vezet fölfelé. Itt vannak ilyen nyitott erkélyek, ugye itt van a zászlók, mert csináltam egy csomót és nem tudtam hova rakjam őket. Azt egy fejem még több láda, random cuccok, mojangos vagy ilyen. Tényleg ez ilyen assassinos zászló, nézzétek. Nem tudom, annyira látszódik, de ez ilyen Assassin's Creed-es. Mit ilyen mindenféle ilyen cuccok. Aztán följebb azt hisz... Ja igen, ez az ilyen kiállítás, tényleg. Itt van például egy ilyen nagyon ritka zombi fejt, egy kagyló. Ez Zoom adta nekem, ez igazából egy Nautilus shell. Vagy nem, bocsánat, ez egy Heart of the Sea. Igen, nem, a Nautilus shell az kell hozzá. És följebb, ez itt már a top limit. Na, vidd, ez kis ablakok. És legtetőn van maga a világító torony, ami ugye resztomblokok látnak el, és innen, hát szép kilátás így Rain Dogra. Ha már megvolt így minden Rain Dog körül, akkor meg szeretném mutatni egy titkos kis projektet, mivel nagyon-nagyon sok időt töltöttem el, ez a házamba található. És elsőre nem is lehet észrevenni, mert semmi sok, de aki nagyon figyelmes és sokat fájni bátor az ott, az találhat itt valamit. Inkább egy gombot. Elég gyorsan leugrasz, és itt találod magad a Super Secret Dark Base-et. Egyébként, és követne valaki, akkor ezt egy gónyomással el tudod zárni, illetve lávát engedsz oda. Ez ugye jobb, hogyha kiveszed, mert te is belezuhanadsz. Tehát, hogyha valaki gyorsan követ, akkor ezzel le tudod kicsit foglalni, hogy bezárod és lábát fölé engeded. De most térjünk is rá, hogy mit található pontosan ezen a tárgyalászán. A nagyon sok lábán kívül. Nem más, mint a legmosszabb rémálom.